Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. 70 ezeren vannak Szerbiában kórházi várólistán. Gyakran előfordul, hogy egy-egy vizsgálatra hónapokat, műtétekre pedig akár éveket is várni kell. A szakemberek szerint a listák átszervezése lenne a megoldás. Mutatjuk, mit takar ez. Dr. Kon, Dr. Tiodorovics, Dr. Kisic Tepavcsevics a koronavírus járvány idején naponta nyilatkoztak, tanácsolták, hogyan védekezzünk, sok esetben ránk is ijesztettek. Feloszlott a szerbiai válságstáb, mit csinálnak ezután a szakemberek, utána nézünk. Ezután részleteket láthatnak a Pásztor Istvánnal készült interjúból, amelyet a Szabadkai Magyar Rádiónak adott. A VMS elnöke azt mondta, minden a vajdasági magyarság szempontjából fontos intézmény működése biztosított az idei év nehéz körülményeinek ellenére is. Foglalkozunk még az idegenforgalmi stratégiával, Újvidék napjával és műsorunk végén a vegán konyhával is. Tartsanak velünk! Közel 70 ezeren vannak a kórházak várólistáján Szerbiában. Egy összetett csípő vagy térdműtétre akár 10 évet is várni kell az állami betegellátásban. Mágneses rezonancia vizsgálatra 2023 végére lehet időpontot kapni, míg egyes kardiológiai beavatkozásokra csak 2024-re. Az egészségügyi intézmények terheltsége igen változó a szakemberek szerint, megfelelő átcsoportosítással jelentősen rövidülhetnének a várakozási listák. Csípő viccammal született a hajdújárási Gajda Nóra. Teljes életet tud élni, hiszen gyerekkora óta így fogadta el magát. 48 éves korára azonban már olyan fájdalmai voltak, hogy a műtét mellett döntött. Azt mondták nekem, hogy majd, ha úgy kezd fájni, hogy kezdem érezni, hogy nem bírom elviselni, jelentkezzek a műtétre. És megtörtént ez körülbelül 6 évvel ezelőtt Szabadkán. Azt is tudtam, hogy nem vagyok a hétköznapi eset. Ez ki is derült gyorsan, mert emelték kezeiket, és mondták, hogy nem is vállalnak Szabadkán. Úgyhogy ott összeült egy konzílium, és mondták, hogy Belgrádban Banyicán a helyem. Ott van olyan szakember, aki tudja vállalni a műtétemet. Arra, hogy fölkerüljek a listára, 2 évet vártam, és még 2 évet vártam a listán. Nóra mindig is aktív volt. Családja, munkája mellett civil szervezetekben tevékenykedik. A műtét óta könnyebben tudja végezni feladatait. Nekem nem volt előtte semmi megállít, tehát én tényleg tettem a dolgom, és most is próbálom. Tovább tartott a fölépülésem is, mint mondtam, a nem túl egyszerű műtét miatt. Azt gondolom, hogy türelmes voltam. Én megcsináltam a dolgom 2 mankóval, és kicsit nehezebben akkor jöttem rá, hogy milyen fontos, hogy van 2 kezem, amit nem tudok használni a 2 mankó miatt, és kezdtem értékelni azt a dolgot, ami olyan természetes, hogy van nekünk, és nem veszük észre. Utána pedig, ami nagyon-nagyon jelentős és fontos nekem, megszűntek a fájdalmaim, olyan, mintha soha nem is lett volna. Nyilván maradt a gerincferdülés, stb., amit ugye nem lehet visszakalapálni, stb., de ez az életünknek, az életemnek a része, úgyhogy ezzel meg kell tanulni élni, amikor kicsit jobban fájok, amikor kevésbé, de nem a lábom és nem a csípőm, hanem a hozadéka annak, ami volt ugye a gyerekkoromban és azután. Úgyhogy azt gondolom, hogy minőségi életet tudok élni, munkám el tudom látni, hálás vagyok a munkámért, én ott mankóval kezdtem el dolgozni. Jól érzem magam a bőrömbe. A jelenlegi adatok szerint a belgrádi Banyica ortopédiai intézetben akár 10 évet is kell várni egy műcsípő beépítésére. Ugyanezt a beavatkozást azonban például az Emoni vagy az Veszdarai klinikai központban 1 éven belül el tudják végezni. A Nisi Egyetemi Klinikai Központban is hasonló a helyzet. 2020. godine sam bila prvi put kod lekara i evo sad sam došla na red. A Nisi intézményben 2023. júniusára vannak előlátva a most nyilvántartásba vett gerincműtét kérelmek, a térdműtétek pedig 2024. augusztusára.
Három műtőben végeznek ortopédiai beavatkozásokat. Imamo najsavremeniju opremu i sve neophodne implantate i naravno da redovno ažuriranje liste čekanja dovodi do toga da je naša lista čekanja trenutno najkraća u Republici Srbiji. A nisi kardiológián és a szemészeti klinikán sincsenek hosszabb várakozási listák. Mogu da kažem da su one prešle u liste zakazivanja jer se sve vrste procedura, naročito interventne procedure, zakazuju uglavnom unutar mesec dana. Koronografija se zakazuje za mesec i po dana, za pacemakere nema liste čekanja. Uveli smo dve sale koje rade i mi operišemo preko 20 pacijenata u svakom danu. Imamo dovoljno materijala i dali smo akcenat pacijentima koji su slepi i radno sposobni. Nincs egy fehér foltnak számít a szerbiai egészségügyi rendszerben. A legtöbb klinikai központban és kórházban is vannak kisebb-nagyobb várakozási listák, ezek pedig néhány hónaptól akár több évig is húzódhatnak. Danica Grujicic egészségügyi miniszter szerint jó szervezéssel jelentős eredmény érhető el a várólisták csökkentése terén. Ono što sam sada tražila to je da zajedno sa profesorkom Sanjom Škodrić RFZO proveri prvo koliko ortopedskih sala ima u svakoj opštoj bolnici, koliko ortopeda sposobnih da kvalitetno urade operaciju imaju i na osnovu toga ćemo proceniti koliko ko može i da operiše. S druge strane, jedinstvena je lista, prema tome možda će se nekim pacijentima ponuditi da u Požarecu ili u Kragujevcu urade operaciju. Oni koji ne budu hteli, koji budu insistirali na Banjici, uradit će na Banjici onda kada stigne. Banjica je bila 2019. godine zaista svela tu listu čekanja bukvalno na godinu dana, a onda je došla korona. Korona ne može biti izgovor za sve. Malo su se pojedine kolege, naravno ne svi, jedni su ginuli u COVID sistemu, u urgentnim centrima, a drugi su to imali kao izgovor da ne moraju da rade. Korona je prošla, prema tome moraju maksimalno da se daju u pogon da bi se te liste čekanja smanjile. A minister szerint a vizsgálatok elvégzésében nagyobb szerepet kellene, hogy kapjanak az egészségházak és az általános orvosi rendelők. Ezzel is tehermentesíteni lehetne a kórházakat és a klinikai központokat Szerbiában. Témával kapcsolatban vendégem dr. Csáki Beáta, az Entei Közkórház igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ha már csípő műtétről volt szó, Zentán, ha valakinek csípő műtétre van szüksége, műforgóra, hol tudja ezt elvégezni? Az egész az úgy működik, hogy először is eljön az ortopéd szakorvoshoz, aki megvizsgálja, és ha indokoltnak látja a csípő műtétet, akkor egy várólistára teszi. Körülbelül 1-2-3 hónapos várakozásra van szükség, addig a beteg beszerzi a szükséges dokumentációkat, orvosi vizsgálatokat, véreredményeket, és aztán az ortopédjeink elvégzik a műtétet. Kettő. Akkor helyben. Helyben elvégzik, ami olyan műtét, tehát amit a mi ortopédünk megbír ott műteni, ha esetleg valami komplikáltabb dologról van szó, vagy olyanról, amit terciális intézményben kell elvégezni, akkor tovább utalja oda, történetesen az Újvidéki Klinikai Központban. És akkor ott egy újabb várólistára kerül, gondolom. Hát feltételezem, hogy igen. És önökhöz érkeznek más településekről betegek, tehát hogy ott műtsék önöknél a Zentai Közkórházban? Ez abban az időszakban, még a COVID járvány időszakában nem volt szükség arra, hogy a különböző biztosító egységek engedélyt adjanak arra, hogy például egy újvidéki, vagy egy Szent Tamási, vagy akár egy délbánáti beteg el tudjon jutni az intézményünkbe, tehát kiadta az általános orvos a beutalót, akkor el tudott hozzánk jutni. Most szükséges az, hogy lehitelesítse az adott biztosító egység, és akkor, ha van hiteles beutalója, akkor el tud hozzánk jönni. Egyébként Zentán a különböző osztályokon mekkorák a várólisták? Említette 1-2-3 hónap a csípőre, de mondjuk szemészeten, térdműtét és egyéb, mondjuk a diagnosztikára kell várni? Hát sajnos igen, van várólistánk nekünk is a diagnosztikára. Ez attól függ, hogy melyik szakágról van szó. Ezeket a várólistákat nagyban befolyásolja azt, hogy mennyi a szakorvosaink száma az adott osztályon. Tehát vannak olyan egységek, ahol
több orvos rendel, van, ahol egy, vagy történetesen kettő, vagy vendégorvos, mint például az urológián, aki hetente egyszer jön a kórházba. Akkor felesleges a kérdésem, hogy miért alakulnak ki a várólisták ezért? Hát egyrészt föltételezem, igen, hogy az az ok, hogy kevés az orvos, ami folyamatos továbbképzésekkel gondolok arra, hogy szakosításon vannak a kollégák, előbb vagy utóbb ugye pótolva lesznek, viszont az is megtörténik, hogy a kiválasztott orvos, amikor nem tudja bejelenteni a beteget, akkor van lehetősége arra, hogy időpont nélküli beutalót adjon, vagy pedig egy prioritásos, tehát egy elsőbséget élvező beutalót, ami 24 óráig érvényes, és nagyon sok betegnek ezt kiadják, és aztán feltömörülnek a betegek a rendelőkben, és az is megtörténik, amit szeretnéd felkérni a betegeket arra, hogy esetleg erre odafigyeljenek, hogy nem jönnek el a bejelentett időpontra, vagy elfelejtik, vagy valami másból kifolyólag nem tudnak eljönni, és nem szólnak, mert hogyha szólnának, lemondanák az időpontjukat, akkor azt az időpontot ki tudnánk adni másnak, aki mondjuk másfél hónap múlva kap időpontot egy vizsgálatra. Tehát minden esetben azért szólni kellene. Igen, kellene jelezni, hogyha nem tudnak eljönni. Láthattuk itt a bejátszásban, hogy egy olyan megoldási lehetőség van körvonalazódóban, hogy azok az intézmények, ahol rövidebb a várólista, oda küldenék a betegeket, de ez Szerbia szerte van. Ez ön szerint megoldási lehetőség? Ha mondjuk rá, Zentán nincs szabad hely két hónapig, de Nizsben van két hét múlva, mennyire lenne ez, mennyire tudná orvosolni a problémát? Én úgy gondolom, hogy ez az ötlet jó ötlet, tehát mindenféleképpen csökkenteni a várakozás, tehát hogyha azokban az intézményekben, ahogy a miniszterasszony is említette, hogy van megfelelő felszereltség, van megfelelő műtő, van megfelelő orvos, aki ezt meg tudja csinálni, és minőségesen végzik a munkát, akkor miért nem mennének el a betegek más kórházakba, ahol még tudnák a műtétet végezni. Természetesen ezt úgy gondolom, hogy a betegnek azért kellene annyi demokráciát adni, hogy eldöntse, hogy esetleg történetesen Zentáról vagy Szabadkáról el szeretne menni egy Nisi, vagy esetleg egy belgrádi, vagy egy bármilyen más intézménybe, hogyha nem szeretne várni, akkor gondolom, hogy ezt el fogja fogadni, hogyha olyan a betegségének az állapota. Nyilván ez magában hordoz egy veszélyt, hogy az eddig ugye várólista nélküli intézmények hirtelen ugye megtöltődnek. Mennyire tudja a jelenlegi egészségügyi rendszer ezt a várólistákat kezelni? Mennyire tudja feldolgozni, milyen idő alatt? Szerintem ezt a folyamatot is ugyanúgy követni lehet és kellene, tehát ezeket a várólistákat, hogyha más intézménybe utalnánk esetleg a betegeket, és a feltöltöttség alapján esetleg másik intézményekbe irányítani, tehát lehetne erre egy rendszert kialakítani, úgy gondolom. Sokan amellett döntenek, hogy bizonyos kisebb műtéteket nem a várólistára várva végeztetik el, hanem elmennek magánpraxisban, különösen igaz ez a szemműtétekre, utána pedig kérik az államtól, a biztosítótól, hogy fizesse ki a költségeket. Ez mennyire jellemző önöknél? Mennyien érdeklődnek az iránt, hogy inkább magánúton végeztetik el a kisebb műtéteket? Tehát annyit tudok mondani, hogy történetesen az általános kórházakból, vagy az egészségházakból a szemész szakorvos beutalja a beteget mondjuk egy terciális intézménybe, egy klinikára, ahol ajánlanak neki műtétet, és hogyha itt nem tud sorra jutni, mert nagyon hosszú a várakozási lista, akkor ha olyan privát szemészeti klinikán, ahol végzik ezeket a műtéteket, gondolok itt mondjuk a katarakta műtétre, még műteti magát, tehát
úgy, hogy előtte várólistára kerül, tehát akkor a biztosító le tudja követni, hogy melyik beteg, melyik esetleg privát vagy terciális intézményben van várólistán, és aztán a biztosító fogja értesíteni a beteget arról, hogy mikor kapott időpontot a műtétre, mondjuk egy privát személyzeti klinikán, és aztán ezt a biztosító kifizeti a gyógykezelését a betegnek. Tehát neki ez működik, igen. A személyzettel konkrétan a kataraktával kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy ez működik. Működik, csak nem így kellene, hogy legyen. Igazgatónak köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Kérem szépen. Feloszlatta a kormány a koronavírus járvány kezelésére felállított válságstábot Szerbiában. Az indoklás szerint a COVID minden alfaja visszaszorulóban van az országban, így nincs szükség központilag irányított intézkedések bevezetésére. A stáb tagjaitól szinte régi ismerősként búcsúzunk, Predrag Kon, Branislav Tiodorovics és Daria Kisic Tepavcsevics az elmúlt két évben tett szert országos ismertségre, hogy hogyan költözött be a válságstáb mindannyiunk életébe, és hogy mi történt azóta a tagokkal, következő összefoglalunkból megtudhatják. De mi mogli 2020. március 13-án tartott rendkívüli sajtótájékoztatót Alekszandár Vučić. A szerb államfő ekkor jelentette be, hogy a koronavírus járvány kezelésére két válságstábot hoz létre az ország. Az egyik a gazdasági vonatkozással foglalkozott, ezt maga Vučić vezette, míg a másik a járvány egészségügyi vonatkozásait volt hivatott kezelni, utóbbi testület élére Ana Brnabić került. A miniszterelnök mellett orvosok, szakemberek és Zlatibor Lončár egészségügyi miniszter is tagja volt ennek. Csak hamar elindultak az egészségügyi válságstáb napi sajtótájékoztatói. Ezeket a Pannon TV rendszeresen közvetítette. Előbb este 6-kor, ami miatt ideiglenesen mi is kénytelenek voltunk szüneteltetni közügyek című műsorunkat, majd idővel délután 3-ra tették át a napi tájékoztatást. Ilyenkor közölték az elmúlt nap korona számait, az új betegek, az elhunytak a kórházban kezeltek számát, és ilyenkor jelentették be a korlátozások szigorítását vagy enyhítését is. Dr. Predrag Kon volt az egyik emblematikus figurája a stábnak. Penzioneri će moći danas i u nedjelju od 18 do 1 čast ujutru da iskoriste svojih pola sata za šetnju ne dalje od 600 metara od mesta stanovanja. Dr. Branislav Tiodorovics járványügyi szakorvost sokan jellegzetes csőrös maszkjáról jegyezték meg. Ő is végigkísérte és segítette a stáb munkáját. PCR će biti obavezan, negativan PCR u najstariji do 48 sati, a oni koji ga nemaju morat će da idu u karantin 10 dana. A stáb legdekoratívabb tagja azonban minden bizonnyal dr. Daria Kisic Tepavcsevic volt. Odlučili smo se u ovom momentu da se smanji broj osoba koje mogu da se okupljaju u otvorenim i zatvorenim prostorima. Znate da je to bilo 30, sada je to smanjeno na 5 osoba. A testület munkája napi szintű témát adott a sajtónak, és sajnos nem csak a szakmai döntések, hanem a botrányos kijelentések miatt is. Ezek közül az egyik legismertebb a Branimir Nestorovics által megfogalmazott mondat volt, mely szerint a koronavírus a legnevetségesebb vírus. A tüdőorvos ezt még a járvány kezdetén, február 26-án jelentette ki, és arról is beszélt, hogy ilyenkor kell Milánóba menni vásárolni. Aztán néhány héttel később nem csak Olaszország, hanem Szerbia határait is lezárták. Nestorovics pedig megkezdte munkáját a válságstábban. Dr. Kon lemondása is állandó témaforrást jelentettek. A szakorvos volt, hogy a Facebookon jelentette be távozását a testületből az őt érő kritikák miatt, aztán beszélt az elnökkel, és úgy döntött, marad. A stábon belüli konfliktusok is gyakoriak voltak. Kell-e maszk, át kell esni mindenkinek a járványon, szigorítani vagy enyhíteni kell az intézkedéseken. A válaszok pedig olyan gyorsan változtak, hogy a hétköznapi emberek csak kapkodták a fejüket.
Tény azonban, hogy a számtalan kritika ellenére a válságstáb történelmi időkben végezte munkáját. Egy olyan járvány idején, melynek kihívásaira gyakran nemzetközi szinten sem tudtak azonnal, utólag már megfelelőnek tűnő válaszokat adni a szakemberek. A koordináció kivitelezése más országokban is hasonló volt. Gondoljunk csak a szintén emblematikussá váló magyar Müller Cecíliára és az ő napi sajtótájékoztatóira. De térjünk vissza még néhány percre a szerbiai válságstábhoz. Nézzük meg, kiből mi lett, merre folytatják karrierjüket a testületből ismert orvosok. A legtöbbet azóta a dr. Dárje Kisztyet látjuk, aki megvált férjétől és a Tepavcsevics névtől is. A doktornő a politikai életben találta meg számításait, családügyi és demográfiai miniszter lett. Az elmúlt hónapokban így láthattuk karácsonyi csomagosztáson, gyerekekkel hógolyózni, szövőgépet nézegetni, kormány és parlamenti üléseken felszólalni. Dr. Branislav Tiodorovics továbbra is előszeretettel nyilatkozik járványügyi kérdésekben, legyen az korona vagy más fertőző betegség, a sajtóban rendre felbukkan a neve. Dr. Predrag Kohn pedig december végén nyugdíjba vonult. Nem vagyok szomorú, inkább boldog. Persze van még bennem energia és tenni akarás, de dolgozni már csak honorárisan fogok, nyilatkozta a szakorvos. A válságstábot feloszlatták. Bízzunk benne, nem is lesz szükség a továbbiakban sem az ilyen jellegű munkájukra. Minden esetre az elmúlt 3 évben megtanultunk tőlük kezet mosni és szakszerűen fertőtleníteni. Ezek alkalmazása járványtól függetlenül is hasznos lehet, több betegséget is megelőzhetünk ezáltal. A Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorának vendége volt ma reggel Pásztor István, a VMS elnöke. Több fontos témáról is beszélt, ezekből szemezgetünk most mi is. Az első interjú részletben Pásztor Istvánt arról kérdeztük, hogyan hat ki a mostani nehéz gazdasági helyzet a vajdasági magyar intézmények működésére, a programok megvalósulására, milyen forrásokkal számolhatunk idén az anyaországi támogatások mellett. Tudjuk, hogy mi a helyzet, tudjuk, hogy ma a nemzetpolitikai célkitűzések megvalósítása szempontjából a mozgástér kisebb, mint akár 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt. Azt is látjuk, hogy ma nagyobb ez a mozgástér, mint novemberben volt. És arról beszéltünk, hogy mire készülhetünk. Ezt röviden úgy tudnám konkrétan válaszformájában megfogalmazni, hogy arra készülünk, és szerintem ez egy megalapozott elképzelés és szándék, hogy a létező intézményrendszerünket ebben az évben is talpon tartjuk, hogy az intézményrendszerben működő embereket megtartjuk, hogy a legfontosabb célkitűzések, a legfontosabb programok szempontjából biztos vagy azoknak biztosítjuk azokat a forrásokat, amikből talpon lehet őket tartani, például az ösztöndíjprogram, például a beiskolázási program, vagy pedig az Európa Kollégium, vagy pedig a Vackorovoda, vagy pedig a különböző fejlesztések, amik magas prioritásúak, és amik ennek a közösségnek az elsődleges célkitűzéseit jelenti. Ezeket mindet talpon tudjuk tartani. Ezen túlmenően pedig látni fogjuk, hogy mire ad majd lehetőséget az idei év. Ez azt jelenti, amit az előbb elmondtam, hogy a fontos nagy rendezvényeink is meg fognak maradni, de hogy a megszokott módon tudunk-e mindent segíteni, mert egy nagyon széles skálát alakított ki a vajdasági magyar közösség a saját maga szempontjából, a mindennapi életei bonyolítása szempontjából, hogy az összes falusi kisközösségi rendezvényt milyen mértékben tudjuk támogatni, ezt ebben a pillanatban határozottan nem tudom elmondani. Az, ami most ebben a pillanatban látszik, és erről is beszéltünk, hogy folyamatban van a költségvetésnek a kiigazítása, a magyar költségvetésnek a kiigazítása, ebben a nemzetpolitikai célokra egy jelentősebb eszköz
biztosítása a szándék. Ez egy plusz lehetőséget biztosít majd nekünk. Az elkövetkező napokban látni fogjuk. Két dolgot szeretnék még csak hozzáfűzni ehhez a kérdéshez. Úgy lesz jó, ahogy lesz. Mert hogy ilyen időt élünk nem csak nemzetpolitikai vonatkozásban, hanem egyéni családi tekintetben is. Egyszerűen ilyenek az idők, ilyenek az előttünk álló hetek és hónapok is. És a másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy jobban oda kell figyelnünk az itteni lehetőségekre. Mi ebben az országban adófizető polgárok vagyunk. Gyakran volt olyan, hogy egyszerű volt Magyarországról egy-egy programnak a biztosítása szempontjából eszközöket kérni, kapni, biztosítani. Ezt most egy kicsikét másképp kell kezelni. Tudom, hogy ez izzadságszagúbb, tudom, hogy ez sokkal munkásabb, tudom, hogy sokkal több kilincseléssel, utánajárással jár, de azt látom, hogy megvan erre a nyitottság, megvan erre a létező partnerrendszer. Ennek a legnagyobb bizonyítéka, vagy a legjobb bizonyítéka az például az, hogy nem csak megvásárlásra került az ingatlan, ahol föl lehet építeni az Entai Tehetséggondozó Gimnáziumnak az új szárnyát és a kollégiumot, hanem az idejében ez az építkezés itteni forrásokból el tud kezdődni, és azt gondolom, hogyha ez érvényes erre a beruházásra, az ilyen típusú beruházásokra, akkor egyéb más beruházásokra is érvényes kell, hogy legyen. Tehát jobban oda kell figyelni a tartományi forrásokra és az önkormányzati lehetőségekre. Ebből a kettőből kell, hogy kialakuljon az a mozgástér, amelyik nem csak talpon tart bennünket, hanem szinten tart bennünket. Az interjúban Pásztor István egyebek mellett beszélt az épülő palicsi akvaparkról is. Elmondta, hogy haladnak a munkálatok, mikorra készülhet el, és hogy vannak-e már érdeklődők az üzemeltetésre. Novemberben megkaptuk Belgrádból azt a megbeszélt 4 millió euró dinár ellenértéket, tehát ebben a pillanatban az összes pénz az akvapark fölépítéséhez, illetve a munkálatok befejezéséhez megvan. A szerződés is megvan, és némi pici kis késéssel, de a kivitelezési munkálatok is folyamatosak és folyamatban vannak. Tehát valamikor május végéig, június elejéig valóban meg fog lenni. Párhuzamosan a munkálatokkal már folyamatban van az épületnek, vagy a fölépített létesítményeknek a műszaki átvétele. Ezzel párhuzamosan meg kell találni a választ az alapvető kérdésre, ki fogja ezt működtetni. Mivel az akvapark az a város tulajdona, ezelőtt egy pár nappal én voltam a polgármesternél rámutatva arra, hogy van itt egy feladat, amit elsősorban a városnak kellene ellátnia, nevezetesen, hogy eldönti, hogy ki és hogy fogja működtetni az akvaparkot. Abban maradtunk, hogy közösen próbáljuk ennek a technikai, jogi, pályázati föltételrendszerét összerakni, és keresünk egy olyan vállalkozást, egy olyan vállalkozót, aki abban érdekelt, hogy működtesse az akvaparkot. A városnak, egyetlen egy közvállalatnak, magának, a park palicsnak se nincsenek meg azok a tapasztalatai, tudásai, amik ezt lehetővé tennék. Ezért keresni kell valakit, aki ebben járatos, aki ezt ismeri, aki azt tudja biztosítani, hogy az, amit fölépítettünk, olyan minőségű szolgáltatást fog biztosítani, ami ide fogja vonzani naponta azt az 1000-1500 embert, amennyi embernek ottan van hely, amennyiben mondjuk a nyári hónapokról beszélünk, hogy élvezni tudják ennek a létesítménynek az adottságait. Van rá érdeklődő, tehát van a működtetésre érdeklődő. A működtetőnek kellene gyakorlatilag biztosítani nem csak a karbantartást, hanem az éttermi szolgáltatásoknak a biztosítását, a különböző eszközöknek a beszerzését, mint a nyugágyak és minden egyéb más. Tehát a mobiliárral történő felszerelését az egész akvaparknak, illetve annak a működtetését. Azt szeretnénk, hogyha valamikor az építkezés befejezésének a pillanatáig meglenne a működtető,
a működtető berakva a saját pénzét biztosítaná a működésnek a föltételezés valamikor reményeink szerint a júniusi hónap folyamán mindannyian meg is nézhetnénk, hogy ott mi jött létre. Közvitán van az a tervezet, amely Vajdaság idegenforgalmának fejlesztési lehetőségeit tartalmazza a 2023 és 2025 közötti időszakra. A részleteket Muhi Béla egyetemi tanártól kérdezem Újvidéki stúdiónkból, aki a tervezet egyik kidolgozója. Jó estét kívánok, tanár úr! Mi a tervezet célja, és ezt hol lehet felhasználni? Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Valójában a fejlesztési terv, hogy hallottuk is, 2023 és 2005 közötti időszakot öleli fel. Egy olyan tanári és szakértői gárda állította össze és foglalta nagy vonalakban azokat a fejlesztési irányvonalakat, azokat a célkitűzéseket, amelyeket az idegenforgalmi potenciál dolgozza fel, illetve olyan új útirányokat, tehát olyan új célkitűzéseket is kitűztünk, amelyek valójában Vajdaság idegenforgalmi kínálatát fel tudják lendíteni. A dokumentum most egy olyan fázisban van, ahol a közviták ugye kerülnek sorra. Valójában Szabadkán, Újvidéken és Nagybecskereken voltak, illetve lesznek ezek a közviták. A dokumentum egyébként megtalálható a Gazdasági és idegenforgalmi titkárságnak a honlapján, ahol bárki be tud kapcsolódni a dialógusba, azaz le tudja írni a véleményét, itt persze le is tudja tölteni ezt a dokumentumot, és várjuk persze a kommenteket, kommentárokat, várjuk persze azokat a javaslatokat, amelyeket még be tudunk építeni a végleges változatba. Tudni kell azt egyébként, hogy ez a dokumentum egy olyan ambiciózus tervet állít fel, amely Vajdaságot tudja pozícionálni a nemzetközi turisztikai piacon, hiszen úgy gondoljuk, és valójában ezt az adatok is alátámasztják, hogy nagyon komoly idegenforgalmi lehetőségekkel rendelkezik a tartomány. Ezek nem minden esetben vannak megfelelően kiaknázva, és nem minden esetben lettek kellőképpen fejlesztve. Ezekre próbáltuk felhívni a figyelmet, és különböző beruházások, befektetések, különböző olyan új tartalmakkal való kidolgozással lehetne ezt még magasabb szintre emelni, amely azt a végső cél tudja majd szolgálni, hogy Vajdaság tényleg egy népszerű, kedvelt, nagy számban látogatott turisztikai célterület lesz. Ön szerint mik azok a gyakorlati tennivalók, amelyeket el kell végezni, milyen területeket kell fejleszteni? Nagyon fontos persze itt az infrastruktúrának a fejlesztése, hiszen minden turisztikai fejlesztési ciklusnak ez az egyik alapja, tehát erre különös hangsúlyt kell fektetni. Ugyanakkor az emberi erőforrásoknak is a, úgymond az oktatási célú fejlesztésére, és itt nagyon sok olyan tanfolyamot, nagyon sok olyan új képzési formát ajánlottunk, amelyek a gyakorlatban is viszonylag rövid idő alatt megvalósíthatók. Ugyanakkor nagyon fontos fejleszteni azt a marketing részt is, amely többek között és a mi általunk bemutatott tervben is nagy hangsúlyt kapott, amely az idegenforgalom digitalizációjára vonatkozik. Tehát azok a virtuális túrák, háromdimenziós bemutatók, a közösségi médiában való szereplés, a különböző utazási blogokon való szereplés, tehát mindazok a modern, az információs és kommunikációs technológiához köthető újításokat nekünk alkalmazni kell, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez nem a jövő, hanem ez a jelen, és olyan célirányos terveket, illetve olyan ötleteket is bevittünk ebbe a dokumentumba, amelyeket bárki fel tud használni, aki az idegenforgalmi szektorban tevékenykedik, illetve kíván tevékenykedni, hiszen ezzel a marketing fogással sokkal nagyobb lehetséges ugye, turistákat tudnánk megcélozni, úgy a hazai, mind a külföldi piacról, és valójában egy ilyen digitalizációs folyamat elindítása, illetve működtetése viszonylag olcsó, tehát nem
nem kell olyan nagy anyagi beruházásokat megvalósítani, viszont a szakképzettséget, és ez persze új munkahelyek nyitásával is járna, hiszen tudjuk, hogy az információs technológiák térnyerése és népszerűsége milyen erős itt a tartományban, tehát erre egy nagyon erős új irányzatot, új dimenziót lehetne ugye építeni. Ugyanakkor, ami nélkülözhetetlen az idegenforgalmi fejlesztések terén persze, az a különböző turisztikai irányzatoknak az alkalmazása, illetve követése. Gondolok itt a különböző trendekre, amelyek a nemzetközi piacon már jelen vannak, hogyha ezeket a trendeket, hogyha ezeket az innovációkat nem követjük és nem alkalmazzuk, akkor nem lesz nagy esélyünk ugye a nemzetközi idegenforgalmi versenyben, tehát a trendkövetés, a különböző marketingfogások, az emberi erőforrások képzése, a különböző turisztikai irányvonalak, a különböző turisztikai típusoknak a fejlesztése is nagy hangsúlyt kapott a dokumentumban. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus, egyre népszerűbb a vallási turizmus, a különböző rendezvények, manifestációs turizmus, a különböző konferenciák, kiállítások, ezek mind olyan lehetőségeket nyitnak, illetve olyan lehetőségeket tartalmaznak, amelyet vajdaság idegenforgalmi brendjeként is tudunk emlegetni. Itt a fülem megakadt ezen a vallási turizmuson, ez a közviták alkalmával is előjött ez az ágazat. Mit akar a vallási turizmus? A vallási turizmus valójában az egyik leginkább úgymond fejleszthető turisztikai ágazat itt nálunk, és már a régióban nagyon komoly előrelépések vannak. A különböző, hát nem csak zarándokutakra gondolunk, hanem különböző vallási célú, tehát azokat az épületeket, azokat az objektumokat felkeresik a turisták, ahol különböző ugye vallási irányzatok, illetve különböző hát a hithez kapcsolódó ilyen monumentális jellegű építmények vannak. Ugyanakkor itt nagyon sok szervezett túrára gondolunk, tehát vannak olyan specializált turisztikai irodák, amelyek az ilyen jellegű túrákat, utakat szerveznek. Sok esetben ezek határon átívelő utakat is jelentenek, tehát több országot összekötő utazást tartalmaznak, és itt mindenféleképpen vajdaságnak óriási lehetőségei vannak. Egyébként a vallási turizmust nagyon szépen lehet kombinálni a kulturális turizmussal, a különböző történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos, ugye történelmi turizmust is lehet itt ugye megemlíteni, és ezáltal egy nagyon színes és nagyon tartalmas turisztikai kínálatot lehet ugye felépíteni, és az imént említettem a virtuális turizmust, a különböző háromdimenziós túrákat, tehát ezeket a helyszíneket ugye fel lehet venni, bekamerázni drónakkal, stb., és ilyen kis filmek formájában feltenni az internetre, ami nagyon jó reklámcélként szolgálhat, hiszen miután meglátják ezeket a filmeket, és azt a virtuális élményt, azt a turisták minden bizonnyal majd élőben is meg fogják ugye tekinteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, hát akkor várjuk majd a tervezetnek a további sorsát. Minden a vajdasági magyarság szempontjából fontos intézmény működése biztosított az idei év nehéz körülményeinek ellenére is. Erről biztosított a Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár Pásztor Istvánt és az MNT vezetőit budapesti látogatásukkor. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként elmondta, hogy a nemzetpolitikai mozgástér most már sokkal nagyobb, mint amilyennek a múlt év novemberében tűnt. Pásztor a vasútfejlesztésről is beszélt. A Szabadka-Szeged vonal szerbiai része már régen kész, a magyarországi rész befejezése viszont az évvége előtt nem várható. Azután elindulhat a személyforgalom. Az útnak 40 percig kellene tartania, ha az útlevélkezelés problémáját megoldják. Ma van a dohányfüstmentes nemzeti nap Szerbiában. Az országban minden harmadik ember naponta dohányzik, és az ezzel összefüggésbe hozható betegségek következtében 44 ember hal meg naponta. A mai napon országszerte szerveztek szűrési akciókat, és emellett előadásokkal próbálták felhívni a lakosság, főleg a fiatalok figyelmét a dohányzás káros hatásaira. Több mint 700 könyvet és laptopokat adományozott a Magyar Nemzeti Tanács a Zombori Bielicki Károly Városi Könyvtárnak, amiből a környékbeli magyar lakta települések fiók könyvtárai is kapnak. Az adomány összértéke mintegy 1,5 millió dinár.
Újvidék a fiatalok, a kultúra, a hidak, az egyetemek városa, művelődési központok, fesztiválok, színházak, múzeumok, kulturális események, építészeti látványosságok, mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a város az elmúlt években rangos nemzetközi szinten is fontos címeket viseljen. Újvidék, amint egy 400 ezer lakosával, Vajdaság legnagyobb városa. 1748-ban kapta meg Mária Teréziától a szabad királyi városi rangot. A településnek a mai napig sikerült megőriznie multietnikus, multikulturális jellegét. A színházairól, múzeumairól ismert városban közel 20 nyelvet beszélnek, köztük a magyart is. Napjainkban Újvidék a régió egyik legnagyobb oktatási és kutatási központjának számít. Évente több mint 50 ezer hallgató tanul itt több mint 10 karon. Újvidéken van a Vajdasági Magyarok Egyetemista Központja is, az Európa Kollégium. Az intézmény 2015-ös megnyitása óta rendszeresen több száz vajdasági magyar egyetemistának ad otthont a tanulmányi éveik során. Újvidék építészeti látványosságairól is híres. A város legszűkebb központjában, a Szabadság téren helyezkedik el a Mária neve római katolikus plébánia templom. A 19. századi monumentális vallási építmény impozáns nagyságával, sárga téglából készült homlokzatával, zsolnai kerámiával bevont színes tetőszerkezetével vonzza az arra járók tekintetét. A közelben tekinthető meg a Báni Palota is, a Vajdasági Kormány és Képviselőház épület együttese, továbbá a kulturális védelem alatt álló Újvidéki Zsinagóga. Újvidék legismertebb építészeti látványossága kétségkívül a város jelképének is számító Péter Váradi vár. De itt vannak még Újvidék hídjai is, a Szabadság híd, a Váradi híd és a mindössze néhány éves új Zsezsely híd is. A meglévő három híd mellett a következő 5 évben 3 új hidat terveznek építeni a városban. A pezsgő élet is kiemelten vonzó eleme a városnak. Újvidék egész évben számos rendezvénynek, fesztiválnak és kulturális eseménynek ad otthont. Ez az a város, ahol minden évben megtartják Európa egyik legnagyobb és legnépszerűbb nemzetközi zenei fesztiválját, az Exitet. Az Exit mellett a város olyan népszerű rendezvényeknek is otthont ad, mint például az Utcai Zenészek Fesztiválja vagy az Újvidéki Jazz Fesztivál. Emellett a városban számos művelődési központ is működik. A városban élő magyarok egyik kedvenc gyülekezőhelye a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ, ahol a társalgás mellett különféle programokon is részt vehetnek. De itt van még az Újvidéki Színház is, ahol rendszeresen nézhetnek magyar nyelven bemutatott előadásokat. A városban zajló kulturális élet az elmúlt években fontos nemzetközi visszajelzést is kapott. Újvidék 2019-ben az Európai Ifjúsági Fővárosa, 2022-ben pedig az Európa Kulturális Fővárosa címet viselte. Újvidéken a Vajdasági Magyar Szövetség városi szervezete idén is megszervezte a városnapi eseményét. A részleteket Pető Attila mondja el, aki az Újvidéki Színházban van. Szia Attila, köszöntelek, hogyan ünnepelnek az újvidéki magyarok? Szervusz Árpi, köszöntöm a közügyek nézőit. Nos, valóban itt vagyunk az Újvidéki Színház épületében, ahol már nagyban zajlik a Vajdasági Magyar Szövetség városnapi ünnepsége. Itt van mellettem Vicsak Anna Mária, a VMS Újvidéki Városi Szervezetének elnöke. Akit először akkor arról kérdeznék, hogy tudjuk, hogy most már évek óta hagyományosan fiataloknak is átadnak díjakat ezen az ünnepségen. Mit kell tudni ezekről a díjakról, illetve kik az idei díjazottak? Olyan fiatalokat szoktunk választani, akik vagy a sport, vagy a művészet valamely terén kiemelt eredményeket
sikereket halmoznak, hiszen azt szeretnék megmutatni, hogy vannak olyan kincsei Újvidéknek, olyan sikeres emberei, akikre büszkék lehetünk az idén. Márki Anetta az egyik díjazottunk, aki karate területén halmozza a díjakat, már 80 valamennyi érme van, zömmel aranyérmes versenyeken, vagy aranyérmes eredményekkel vesz részt a versenyeken. Kelemen Tímea pedig az akadémián képzőművészetet tanul, és egy nagyon sokoldalú művészlelkű fiatal lánykáról van szó, aki a néptánc csoportban is táncol, illetve a népi kórusban is énekel. Én azt hiszem, hogy ők gyönyörű példái annak, hogy Újvidéknek milyen kincsei vannak. Most zajlik éppen a kisfilmeknek a bemutatója, amit majd később a Pannon nézői megnézhetnek utólag is, és azt hiszem, hogy a filmek alapján látható, hogy miért őket választottuk díjazottnak, méghozzá az Újvidéki Magyar Kiválósági Díj díjazottjainak. 22. alkalommal szervezték meg ezt a városnapi rendezvényt, városnapi ünnepséget. A kérdésem az lenne, hogy mit jelent napjainkban magyarnak lenni Újvidéken, milyen körülmények között élnek az itteni magyarok? Én a beszédemben is elmondtam, hogy jó ma Újvidéken magyarnak lenni, és jó ma itt lenni, hiszen rengeteg olyan projektum, rengeteg olyan támogatás van, ami a magyarságra is kifejezetten jó hatással van. Nagyon sok olyan támogatást kapunk egyrészt a város révén, gondolhatunk itt a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központnak a felújítására, gondolhatunk itt a nemrég megtörtént aszfaltozásokra a telepváros részben, és hát nem utolsó sorban mindazok a támogatások, amelyek a magyar jellegű civil szervezeteinknek a működését garantálják, és hát nem utolsó sorban azt hiszem, hogy arról is kell beszélni, hogy az oktatás nagyon fontos az újvidéki magyarok számára, és nem csak az osztályainknak a megmaradása, hanem a szülőknek a támogatása, hogy az anyagi terhet levegyük a vállukról. Ez Újvidéken szintén egy nagyon-nagyon fontos projektum, hiszen a városi képviselőtestület most már minden évben az első osztályba beiratkozó gyerekeknek ingyenesen biztosítja a tankönyveket, amihez hozzájárul ugye a mi esetünkben a Magyar Nemzeti Tanácsnak a tanszer csomagja is, és mi ezt a projektet kibővítettük az újvidéki magyar tannyelvű középiskolákba járó gyerekeknek, ugyanis minden olyan diák, aki Újvidéken választ magyar tannyelvű középiskolát, ingyenesen kapja meg a tanszercsomagot. Vicsek Anomáliának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm én is a lehetőséget. Most pedig kapcsoljuk is élőben magát az ünnepséget, ami itt zajlik az Újvidéki Színház nagytermében. És elfogadták, és tetszik nekik. Vannak ilyen barátok, amikor szoktunk menni, ja, tehát akkor majd te jössz velem, hogy vigyázz engemet, hogy valami legyen velem, ha valaki megtámolj, majd akkor te megvédesz engemet. A családom az nagyon támogat, nagyszüleim mind sorban. Most arra készülök, hogy levizsgázzak a fekete övre, majd később pedig, hogy bíró legyek, valamint hát az olimpiára, hogyha majd sikerül eljutnom. Az a cél. Nehezen szoktam eljutni az edzésekre, ezért külön vannak nekem edzések külön terminusban, hogy elbírjak érkezni, mert ugye az iskolát is be kell fejezni, meg hát az edzéseket nem akarom ott hagyni, és akarom folytatni tovább. Nehéz, de toljuk, talán. Mikor hívtak, hogy a díjat én fogom megkapni, hát akkor meglepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy én leszek erre kinevezve. Tudom, hogy valamit elértem ezzel. Hogy észrevesznek mások is, követik a munkámat és a díjaimat. A karate most már az életemet jelenti, az életem részéhez tartozik. Most már nem nézem úgy kötelességként, hogy most jaj, muszáj nem menni, hanem ez az életem része, és ezzel szeretnék foglalkozni, ameddig csak bírok. Felkérem Márki Anettát, fáradjon a színpadra, és vegye át az Újvidéki Magyar Kiválósági Díjat, kitartó munkájáért és kimagasló teljesítményéért. Majd mutasson be nekünk egy kátát, melynek elnevezése Ogyosi Kodály.
Idén is folytatódik Magyar Kanizsán a vegán főzőkör. A tisztán növényalapú étkezés az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A főzőkörben azt mutatják be, hogy lehet finom is az, ami egészséges, erre pedig én is, mint megrögzött húsevő, viszont az újdonságok, finom újdonságok iránt érdeklődő ember kíváncsi vagyok, és a stúdió vendége Megyesi Hajbert Anikó, aki a főzőkör szervezője, és Káplár Anikó, aki a csapat tagja és egyébként a gyalogló iskola vezetője. Üdvözlöm mindkettőjüket! Üdvözöljük a nézőket! Talán mondjuk el, hogy mi is az a vegán, és miben különbözik a vegetariánustól, amit úgy azért ismerünk? A vegán az csak növényi alapanyagokat használ, és mindenféle állati eredetű dolgot kerül. A vegetáriánus az viszont az ovolakto vegetáriánus, ahol a tejtermék és a tojás megengedett, és ugyanúgy zöldségek, gyümölcsök, gabonák, hüvelyesek. Egyébként ön tisztán vegán étkezést folytat, így mondjam már, bocsánat? Nem, tehát nálunk is a család az nagyon vegyes, és tehát a 95-6%-a az a vegán, és az a 3-4% az megmarad a hal, tojás, tejtermék, de nagyon ritkán. És önöknél hogy van ez? Nálunk is hasonló a helyzet, tehát mivel vegyes táplálkozású családban vagyok, ezek az arányok többnyire. Sőt, nagyon ritkán, tehát húst is szoktam fogyasztani, de amikor, tehát hogyha azt nézzük, hogy mennyi táplálékot fogyaszt el az ember, és azt mondom, hogy 97-8% kizárólag növényi, én fogyasztok tejet és tojást is. Tavaly például betöltöttem az 50. életévemet, és készülök erre a vegán étkezésre, és nagyon örülök, hogy Anikó szervezi ezeket a dolgokat, de én vegetáriánusnak hiszem magam. Miért döntött így, hogy mellőzi vagy minimalizálja a húst? Hát van egy 28 éves kisfiam, aki nagyon allergiás szervezettel született, és akkor gondolkodtam azon, hogy hol is fogjak hozzá, és sikerült olyan embereket találnom, akik tudtak másképpen főzni, tudtak vegetáriánusan étkezni, sőt, mert nagyon-nagyon allergiás volt a fiam szervezete, azt mondták, 40 féle dolog, hát nem mertem másképpen főzni, mert nem tudtam, hogy szabad másképpen, tehát egy-két éves gyereknél kísérletezgetni nem szabad. És így, hogy megismertem vegetáriánus embereket, láttam gyerekeiket fölnőni, néztem őket, hogy mindenük megvan, hogy néznek ki, és rendben van minden, és nem túl soványok. És akkor ez motivált nagyon 25 évvel ezelőtt. Hoztak ide a stúdióba nekünk, nekem valamit, mit kell erről tudni, mi is van itt az asztalon? Ez zabtejben csiapuding, tehát igazából zabtejes csiapuding, és zabtejben van, tehát a csia beáztatva, gyümölccsel dúsítva. Ez reggelire nagyon-nagyon jó, mert tápláló. És hogy készül ez? Tehát nem mondom, hogy a receptet árulja, igen, el, de hát... Tehát körülbelül 10 deka zabtejet 1-2 deci vízbe beáztatok, az áll 2 óra hosszát, és utána kiturmixoljuk, hozzáadunk egy banánt, pluszban még a 8 deci vizet hozzáadjuk, és utána ezzel már azt kezdünk, amit szeretnénk, tehát így elkészült a zabtejünk, és utána hozzáadtam például ehhez 3 deka csiamagot, 1 kiwi, gránátalma. Egyébként ezt a csiát látjuk a boltokban, meg most ugye egy kicsikét a köztudatba bekerült, ez egy ilyen mákszerű valami, igen. De mi ez a csia, vagy csia mag, ha jól tudom? Rengeteg ásványi anyagot tartalmaz, fogyókúrázók nagyon-nagyon kedvelik, mert telíti a gyomrot. De ez egy bogyó, vagy egy növénynek milyen része? Hát ez? Egy mag része, ez inkább ilyen picit olajos magok közé sorolható. Én ezt most meg fogom próbálni, itt az alkalmat kihasználom, de
ameddig én megkóstolom, addig legyen szíves, mondjon arról, hogy ezek az ilyen alapanyagok, amik a vegán étrendnek a sajátja, ezek itt Szerbiában, nálunk, Vajdaságban beszerezhetők? Igen, a bioboltok nagyon jól felszereltek. Én jó magam is egy bioboltban dolgozom, és az alapanyagoktól, illetve az ínyencek is megtalálhatók. Tehát alapanyag minden, tanácsadás, minden megkapható egy bioboltban. Próbálok nem a stúdiót össze piszkolni. Tulajdonképpen, amikor a bio dolgokra kerül a szó, ezek általában mind külföldről importált alapanyagok. Ez úgy rendben van, hogy messziről hozott alapanyagokat fogyasztunk, nem pedig a saját itteni megtermett dolgokat. Hát tehát a gabonák, azok hazaiak javarésze, mandula, mogyoró, tehát az olajos magvak is. Egy része, tehát ugyanúgy, mint egy másik boltban, tehát hasonló az arány a külföldről behozott dolgokkal kapcsolatban. Minden esetre azt kell mondanom, hogy finom. Köszönöm szépen, hogy vendégül láttak. Beszéljünk a főzőkörhöz, és kiket várnak, és mit mutatnak meg? Hát a főzőkör, tehát 2016-ban kezdtük Magyar Kanizsán, és azóta 5-6 év eltelt, havonta egyszer találkozunk. Igyekeztünk az egészet úgy felállítani, hogy minden belekerüljön, tehát a kenyérsütéstől, a tejtermékek helyettesítése, a pástétomok, a növényi pástétomok, tehát egy olyan gerince lett az egésznek, hogy bárki bármilyen problémával be tud jönni, tehát ha magas vérnyomás, ha laktóz érzékeny, ha glutén érzékeny, mindenki megtalálja a saját részét ebben. És nem csak a főzőkör aktivitásai vannak, hanem a gyalogló iskola is. Alakult ez a csoport, ami az egészséges testtartást úgymond fontosságára hívja fel a figyelmet. Hogy van az étkezés és a testmozgás, testtartás, hogyan kapcsolódik? Hát én szeretném először is fölhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos az ételeknek az aránya, mivel testmozgatásról van szó. A has üregünkben 9 méter hosszú bél helyezkedik el, és abból 7 méter ugye vékony bél, és 2 méter vastag bél, és 9 méteren keresztül kell, hogy utazzon az étel. És ugye az emésztésnek a könnyítése, tehát maga a gyaloglás, mint mozgás, mozgatja az egész testet, viszont segít ebben, hogy a 9 méter kis csatornán keresztül a táplálék ugye keresztül tudjon menni, és én óriási hangsúlyt fektetek, ezek mind saját tapasztalataim, amit magamon csak olyasmiről beszélek, amit magamon is tapasztaltam és kitanulmányoztam. Az ételeknek az aránya, tehát két nagy csoportra osztanám, ugye van a lugos meg a savas ételek, a zöldségek meg a gyümölcsök, azok lugos ételek. A gabona és a hüvelyesek, azok viszont savas ételek, és 70-30%-ba kellene fogyasztani. Most el tudjuk képzelni azt, hogy ha 70% zöldség vagy gyümölcs, és az mellé tesszük a kenyérfélét vagy a hüvelyest, és egy rutturmixszal például össze turmixoljuk, tehát az állaga, hogy milyen. És ugye ez is fontos. A másik pedig az egyenes testtartás, az azért nagyon fontos, mert az összes belső szervünk ugye itt helyezkedik el a törzsben. Vagy például, mivel ilyen Covid védelemmel kapcsolatban lettem fölkérve, ugye a tüdő az egy szivacsos szerv, és itt helyezkedik el, és ha mi így ülünk, vagy állunk, vagy akár futunk, akkor a szivacsos szerv össze van húzódva. Tehát nagyon fontos, hogy kihúzzuk szépen magunkat, és kitágul a tüdő, ugyanúgy egy egészen más elhelyezkedést kap a gyomor, a belek, és a járásnál is van egy egymás elé rakott lábakkal, és ez a fajta testtartás, ez a fajta járás sokkal intenzívebben mozgat meg mindent, és rendkívül finom mozgás a gyaloglás, tehát nem megterhelő. Én a gyaloglást nem hasonlítom össze sem a sétával, sem a túrázásokkal, hanem amikor szép egyenesen járunk tempósan és füves talajon például, akkor az egy olyan intenzív, kellemes, de mégis megterheli a szervezetet, hogy
Én a gyaloglást azt a mozgások királynőjének nevezem. Egész, tapasztalatban. Egész tudományos, komoly. Sajnos lejár az időnk, de azért még beszéljünk arról, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, hol találja meg önöket, hol elérhetőség, hol tud csatlakozni önökhöz. Először is, tehát Magyar Kanizsán a Knesában szoktuk megtartani, havonta egyszer. Tehát a műsorfüzetben mindig hirdetjük, hogy mikor. Most 7-én fog, a következő, február 7-én lesz a következő előadásunk, és Facebook oldalon is végigkövethető. Tehát február 7-én a Knesában Facebookon lehet jelentkezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak, és köszönöm szépen a csiát. Szívesen. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap ismét várom önöket hírháttér műsorunkban. További kellemes estét kívánok a viszontlátásra!